Na hello srácok, sziasztok, üdv mindenkinek, ez itt újra a The Gemini. Remélem nem túl hangos a játék hozzám képest. Miért szaggatunk? Szaggatunk? Miért szaggatunk? Szevasz Erik, mi a helyzet? Akkor a mindenit, Renátó, köszönöm szépen a feliratkozást, bekövetést. Írjátok le kommentbe, hogy túl hangos a játék vagy se. A netem nem jó. Ó, mi nem jó a netem? Köszönöm szépen a bekövetés. Most bugol? Na, most már szaggat? Mégis? Egy kicsit szaggat, de szerintem a nettel van probléma. Hát jó, hogy jó volt minden. Árnyéket, akkor leveszik az árnyékot alacsonyra. Szakadozik? Köszönöm szépen az infót. Azt a mindenit. Szerintem itt nincsenek feliratkozások, de azért köszönöm szépen, ha mégis. Belső árnyékok kikapcsolva. Kell a Bloom egyáltalán? Na, kikapcsoljuk. Elfogadjuk. Még mindig szaggat. Még mindig szaggat, és azt írja, nem jó a neten. Váj! Váj! Mi nem jó a net? Hadd nézzem. Hadd nézzem, ott milyen. Mondom, hadd nézzem. Jó, konkrétan megállt. Konkrétan nem megy, jól látom? De most már viszont elvileg jó a netem. Bebugoltál! Van még egy megoldás. Ezt leállítjuk. A stream minősége jó. És folyamatosan ugrál pirosról sárgára. Hát ez egy nagyon szép beköszönés, rácok. Lehet, hogy újra kéne indítani a live-ot? Lehet, hogy csak az a probléma? Hát Erik, látod, ez a helyzet. Hogy valami nem jó a nette. Azt miért nem jó a nette? Zsombor kezdő Mizu, hát az van, hogy nem jó a neten valamiért, és eddig nem volt semmi probléma, csak amikor elindítottam a live-ot. Folyamatosan ugrál pirosról, sárgára, zöldre. Most is sárgán van, valószínűleg most is akadozok. Hát nézem csak közben izét. Nem azt tett átszál így? Mennyire gáz a kép? Nagyon gáz? Nem tudom, hogy merre már így kell kezdeni, mert néha beszaggat a kép. És nem kéne. Nézzük meg a beállításokat, még lejjebb veszem, hát ha zavarja a grafikát. Mondjuk a netet mély zavarná az. Ha mindent levettem. Hát az menjen már, szök jól néz ki. Részletes, elsődleges. Na, nincs itt levenni. Persze. Vitrát mennyi? Ha ugyanannyi, mint szokott lenni. Tamás. Sárgában mondjuk jó. Hát
Megpróbáljuk, aztán írjátok, hogy mi a helyzet, hogyha nagyon szar, akkor hagyom a francba. Botont kérdezik, na Hali, szevasz Botont, üdvözöllek téged is. Az van, hogy Kona. Ez egy belső nézetes kis kalandjáték, elvileg túlélő kaland. A fagyos vadonba akár meg is lehet fagyni állítólag. Tamás kérdezi, hogy köszönöm az értelmes választ. Ugyanannyi, mint szokott lenni, 4000 bitrátán vagyunk. 4 vagy 5000 szokott lenni, most 4000-en van direkt, de megint sárga. Minden okés? Ennek örülök, Botont. Nálatok is szar idő van? Itt mindjárt megint leszakad az ég. Most meg piros. Indítsam újra? Vagy kezdjük-e? És meglátjuk, mennyire szakadozunk. Kontrollerre is megy amúgy? Ah, megy. Szerintem kezdünk. Nincs még mentési pont. Itt süt a nap. Az igen. Hát a játék jó van, menj a feltöltés 8. Hát akkor nézzük, kezdjük el, aztán meglátjuk. Most megint piros, ez folyamatosan leugrik amúgy. Meglátjuk, hogy mennyire lesz szar. Most meg zöld. Fantasztikus, fantasztikus. Van 170 FPS-ünk, 184 FPS-ünk. A nette valami nem stimmel. Észak. Oha, lehet nem fogjátok látni a feliratot? Túl nagy, azt hiszem kisebb lesz. Visszatért Koreából. Magánnyomozóként dolgozott. William Hamilton, gazdag ipar. Mágnes. Vandalizmus ügy miatt hívnak ide fel. Just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. És megkapjuk az irányítást. Azt mondja, hogy kormányozni tudunk, jó van, jobbra-balra. Ugye az RT-vel indulunk el. Tudunk nézelődni is. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, ügyfél tulajdonában van egy megbeszélés. Ügyfél tulajdonos állnál van egy megbeszélés. Tiszta GTA, hajtsuk neki. Lehet valamit csinálni amúgy? Kikapcsolni. Jaj, közben figyelni kéne az utat is. Érzékeny a kamera. Gondolom az izé miatt. Kontroller miatt. Pihenőnél vagyunk éppen. Járhatatlan lehetnek az utak. Mentett a játék. Hoppá! Tudunk sprintelni? Kukázni valamit? Nyitás. Üres üveget loptunk a kukából. Miért is ne? Ide főmennék, föl lehet menni? Dick? Mik ezek a maszkok? Amúgy jó néz ki a játék egyelőre. Mi a helyzet veletek, srácok? Hogy telik a hétvége? Gondoltam, hogy most már nem FIFA-t nyomok. Opa, ezt meg lehet nézni itt a kilátóban. Nyitás. Igaz, hogy nem írja, melyik gomba kell, de az alva ki tudtuk nyitni. Opa, mik vannak itt? Harapófogó. Gyújtós. Ez gyufa, nem? Mindegy, gyújtós. És a szerszámos ládát már nem tudjuk kivenni. Úgyhogy valami kicsit recseg itt alattunk közben a lépcső. Meg a padlózat. Mentett megint a játék, tehát lényegében tudja, hogy nálunk gyújtós, meg harapófogó. Egyelőre semmi extra nem történt.
200 FPS-ünk van. Lehet, hogy fel kell tenni a grafikát, de most már nem merek hozzányúlni, most úgy látom, hogy minden jó. Jól telik, tanulok, mert 8-kos vagyok, és jön a vizsgám. 8-os vagy, és jön a vizsgám. Értem. Hát, sok sikert kívánok neked. Mit lehet csinálni? De bemegyünk, beficcenünk. Az mi az ott? Telefon. Szórólapot elolvasunk. Fantasztikus lesz. Manasztán. Hoppá. Jaj, itt egy szórólap. A Quebec tartománya természeti erőforrások kimeríthetetlen tartalékain nyugszik. Ezt miért ne használnád ki? Értékes ásványaink beutazhatják az egész világot, és eljuthatnak akár olyan messzire is, mint az Egyesült Államok. Dallas. Ja, gondolom, ahol mindent felégetnek. Csatlakozz te is hozzánk, és fektess be még ma. Quebec. Gazdasági ereje felébred itt a vadon szívében. Itt éjszakon hemzsegnek a farkasok, rénszarvasok, az jó, jó hír, most farkasok vannak, medvék, rókák, hóbaglyok és meg annyi más fenséges állat, aki széttéphet, akik egyáltalán nem irigylik az afrikai vadont. Mi vagyunk Amerika Afrikája, ha megismered éjszakot, azzal felfedezed az igazi fehér dzsungelt. Ez nem hangzik jól. Azt mondja, köszi. Dominik írja, hogy kicsit másnaposan is neked hogy telik. Fáradt vagyok, picit. De Norberto dolgozik, srácok. Velem kell megint beérnetek. És úgy voltam vele, hogy most már nem fifázok, mert más... Becsukjuk az ajtót, nem én bunkok. Mondom, becsukjuk. Velem kell megint beérnetek, és gondoltam, nem fifázok, mert most hát itt sok volt a fifa. Itt egy kő. Egy kő, hogy bebasszuk vele a... nem tudom melyik ablakot. Zárd levágása. Ezért kellett a alapófogó. Egy lélek sincs a láthatáron. Mindenki eltűnt, gyerekek fel vannak szívódva, üres várost fogunk találni. Szóval térjük rá az üzletre. Ide mi van kiírva? Mi ezt elolvasunk? Nap másik rejtik. Megvizsgáljuk. Tudjuk, hogy a közeli boltban van, találkozunk az ügyféllel. Hogyha ennyire szeretnéd, akkor megindulok. Hoppá. Tárgyak berakása. Berakás. Nem teszünk be semmit. Minden magunknál tartunk, gyerekek. Hát nem teszünk be semmit. De ez jó tudni, legalább le lehet pakolni a kocsiba. Péntekről gondolom Dominik berúgtál. Nem csodálom, hogy... Tapossunk is bele. Nem messze innen. Kellene a... megtalált helyszínt felfedeznünk, ha megtaláljuk persze. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those maradjunk az úton. Nehéz olvasni és megvezetni is egyszerre, mondjuk. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last. A kocsi az végig velünk lesz. Hát itt arról volt szó, hogy a fagy lesz meg minden. Lehet, hogy a kamerát nem kéne piszkálnom. Csak kicsit nézelődnék is amúgy, de... Elment az adás. Ezt akkor kikapcsoljuk, akkor nincs rá szükségünk. Basszus kulcs! Mit? Én fékeztem, te csaló! Hát jó, az ilyen izé, ilyen, ez egy átvezető volt, srácok, majd valószínűséggel nem ért semmit, hogy én fékezek. Ez van. Azt hiszem karamboloztunk, nem ütköztünk, viszont jött velünk szembe egy autó nagy hevesen, és ahogy főszereplőnk félrerántotta a kormány, azt a mindeni! Ott vannak fönt ilyen izék. Az agyunk az tönkre tud menni, meg láttam ilyen
pirosat, gondolom azt, hogy meg fogunk-e fagyni. Meg az életünk. Na, és kiugrottunk. Pár óra telt amúgy, srácok, az ütközés óta. Koná! Tudtuk, eddig is tudtuk. Robert Pető, szia, neked is szia, üdvözöllek, mi a helyzet? Azt hiszem itt vagyunk, megérkeztünk. És a kocsink nem üzemel? Minden baj van, vezető? Hóláncot rakjunk fel, nincs. Majd mindjárt szerzünk egyet, átficcelünk ide. Patrick, hello, neked is, szia, üdvözöllek. Nem érezte a lábújait. Ajaj, Carl meg fog fagyni. Nyissuk ki az ajtót. Nincs az autóban senki, nem tudunk lehajolni. Fókuszálni tudok, oké. Okay. Ó, le tudunk hajolni, jó. Zárt fémdobozt vettünk fel, meg egy képet. Isabel fényképét. Más nincs. Nézzük, mi van a csomagtartójában. Első segédoboz, az nekünk jól jön. És mást, hogy én összevettem, nem lehet kiszedni innen. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. Okay. His life depended on it. Van itt valami hátul. Gyújtós. Az nekünk most nem kell. Hóláncot nem tudok föltenni. És itt elindulok a hidegbe, az nekem nem tesz jót, igaz? Tehát most merre menjek? Itt van egy út, meg itt van egy út. Srácok, mi a helyzet? Merre menjek szerintetek? Jó ötlet, hogy elindulok itt erre a fagyba? Mindjárt megdöglünk mi? Nincs semmi különös veled. Ja, Kona. Srácok, az van, hogy próbálok túlélni itt a fagyba, vadonba. És nem lehet erre elmenni. Az jó hír. Kevin, üdvözöllek téged is, mi a helyzet? Itt vannak a saját lábnyomaink, azt legalább még lehet látni, és ez egy jó hír. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Fel kellett valegíteni valahogy magát. Hát akkor vissza a kocsiba. Nem fagyunk meg. Meg kell gyógyítani sebeit? Oké, és hogyan? Mit tudok? Hoppá! Napló, felszerelés, tárgy. Dokumentum, a térkép, felszerelés. Kamera nem, napló nem, térkép nem. Vissza akkor, akkor elfogyasztható. Első segédoboz. Jó. Tehát ezt még mindig nem lehet csinálni. Hólánc nélkül. Kocsi nem megy, igen nem megy. Azt mondja, hogy gyufa van nálunk. Film, gyújtós, harapófogó. Oké, ez nem. Váltások, jó, az nem, ez itt a játék váltások vannak. Cigarette, zárt doboz. Ennek a kinyitásához kulcsra van szükség. Ezt nem tudjuk főtenni. Nincs valami véletlenül, az mi? Az mi? Hólánc. Hát gyerekek, meg fogunk halni. Ez gyors kezdés volt. Mit kéne csinálnunk? Mert itt már nincs semmi. És beülni se tudtam, bezárni se lehet már. De akkor csak el kéne menni arra, de hát meg fogunk halni. Hoppá, belassultunk, már nem tudunk futni se. Mi van még nálunk? Felszerelés, kamera, zseblámpa, napló, térkép. Hát az teljesen felesleges. Cigaretta. Carl. Like many of his contemporaries, rágyújtottunk. Ah, éppen nem kéne dohányozni, értem. Ez a játék, ne cigizz. Ezt nem tudjuk felbontani. Harapó fogva, gyújtós, polaroid, gyufa. Gyújtós? Ezt nem lehet használni. Gyufát se. Egyiket sem tudjuk használni. Hát akkor nem tudok mit mondani, akkor induljunk lefelé, nem? Rakj tüzet! Hol? Hol kéne tüzet raknom? Ott, lent.
Itt egy viskó. Erre kellett volna jönni, és meghaltunk. Jó. Ellenőrző pont betöltése. Lényegében, ha tovább nem szarakodok ott, hanem tovább jövök, akkor valószínűleg nem haltunk volna meg. Csak azt hittem, hogy lesz hólánc, beülünk a kocsiba, főmelegedünk a kocsitól, nem? Az cső. Itt elvileg megvan minden, nem? Jó, itt ugyanaz a sztori lesz, hogy itt... Remélem, már nálunk van. Hamilton never mentioned a roadblocking. Igen, már nálunk van minden, jó, azt levágjuk, kinyitjuk. Viszonylag azért elég gyorsan meghaltunk. Én is gondoltam a tűzrakásra, azért próbálgattam a gyufát, de nem engedte csak úgy alapjáraton. Botont. Viszont nem tudtam, hogy hol lehetne. És ilyenkor kiszedtem mindent, itt is. Jó, tudjuk. Na, azt mondjuk nem kellett volna szarakodni. És akkor nem lett volna ilyen problémánk, hogy meghalunk a legelső 10 percben. FIFA mikor lesz? Kérdezi Patrick. Holnap nem, vasárnap nem. Hétfőn lesz. Hétfőn a Manchester United karrier módot folytatjuk a Norbival. Kedden nem lesz semmi. Kedden nem érek rá. Szerdán meg folytatjuk a szoboszlai karrier módot. Aztán a többit majd meglátjuk akkor. Szóval hétfőn és szerdán biztos lesz FIFA. Esetleg valaki lemaradt az eddigi adásokról, az vissza tudja nézni. A YouTube-on, meg itt a Facebookon is, csak itt rosszabb minőségben. Úgyhogy javaslom mindenkinek a YouTube-ot. Na. Botond mondja, hogy ma nem. Hát így van. Botondnak igaza van. Ma nem lesz FIFA. Vettem fel nektek egy videót, még így a live előtt. Az nagy valószínűséggel, ha ügyes leszek, akkor holnap kikerül. És akkor azt is meg tudjátok majd nézni, tehát nem maradtak holnap se videó nélkül. Kárlunk kiszállt a kocsiból, épp megint a fagy van. Tudjuk, az előbb itt hajtunk meg, elficcelünk oda hátra. Aztán elszaladunk a házhoz, hogy ott meggyógyítsuk önmagunkat. Gyerünk, Spuri! Fuss! Fuss! Gyerünk! Tudjuk, hogy lefele nem lehet elmenni, az ott nem egy lehetséges opció. Sofőr lelépett. Nyílj már ki, hallod? Na, kösz. Jó, ez is megvan. Eltesszük, és... Gyerünk, go! Menjünk szépen oda a házikóhoz. Hát, ha ott nem halunk meg. Kár, hogy futni nem lehet. Amúgy a motort, amúgy lehetett volna állítani, vagy valami, nem tudom, az ott működik még mindig, a jegy. Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Megszakítsa a nyomozót. Itt egy ajtó. Faanyag. Kinyitottuk az ajtót, nagyon jó. Becsukjuk az ajtót, mondom, becsukjuk az ajtót, oké. Okay. Mi van itt? It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Gyújtós. Kandalló? Oké. Beteszünk mindent. Ó, nagyon jó. És ide ficcelünk alá. Itt maradunk. Na hajrá, köszi, botont. Stressz alatt áll, kevésbé lesz pontos és rövidebb távolságot képes futva megtenni. Szóval stresszelve, stressz helyzetbe kerül, az baj. Mert hogyha mondjuk elkezd minket üldözni egy farkas, akkor szarba leszünk, kikapcsolás. Miért kapcsoljam ki? Sötét van. Mondjuk az lehet nem számít, mi? Így most nem látnak? Most láttak. Jó, kimegyünk, körbenézzünk itt a környéken.
lecsukjuk. Így gyorsan körbe megyünk. Tűzgyújtás, több anyagra volt szükség. A lángokat begyújtásához. Veszünk-e megint a faanyagot, fölmegyünk ide a kilátóba. Van a hólánc, igen, igen, fölvettük. De először ide följövök, aztán visszamegyünk, megint fölmelegítjük magunkat, és tovább megyünk, hogyha bírunk. Mondom, tovább megyünk, menj már felfelé, légy szíves, Carl. Ó, ez egy szarút volt, nincs fent semmi. Meg lettünk szivatva. Itt a csónakban van valami? Ahogy itt elnézem, itt semmi nincs a környéken. Szóval nem vesztettünk vele semmit, hogy nem mentünk körbe. Az mi az? Hát itt be lehet menni az alá. Házik alá, vágod? Na, visszamegyünk, főmelegszünk. Csukódjál vele, légy szíves, köszi. Más nem lehet elvenni innen amúgy? Akármit. Nézd meg, itt van első segély. Nézzük a gyönyörű, csodálatos tüzet. Fel is melegedtünk, én úgy érzem. Szóval akkor rohanjunk kifelé, nem? Gyerünk! Mondom. Ja, meg kifelé nyílik. Ó, az anyádat. Becsukjuk a biztonság kedvéért, ez még nekünk jól lehet bármikor. És akkor elindulunk vissza, a hóláncot fölcsapjuk. Ha kell, akkor még egyszer visszajövünk ide, ha fázunk. Hogy Carl fölmelegedjen. Nem tudom, hogy ez nem egy horror játék, nem? Ez csak sztori. Amúgy nagyon jó a grafika, igen. Meglepően szép. Nagyszerű. Ide is fel tudunk tenni egyet? Nem, az alapból főkerült, értem. Na. Kár nagyon rossz állapotban van, miért tovább menne, meg kell gyógyítani a sebeit. Jó. Visszamegyünk a házikóbot, felmelegítjük magunkat, és akkor elvileg van nálunk első segélyanyag, amit az előbb ugye beadtam magamnak, csak azóta meghaltunk. Nem tud sprintelni a csávó, semmi sprint. Nyíjad ki, csukjad be, mondom csukjad be, csukjad be, légy szíves. Na végre, kösz. Szóval, azt mondja, hogy hol van. Felszerelés. Térkép, kamera, zseblámpa. Nem. Elfogyasztható tárgyak. Elsősegély doboz, cigarett, zárt fémdoboz. Az zárt fémdoboz nem tűnik föl. Elsősegély doboz, na, nagyon jó, az jól van. Azt már be is nyomtuk magunkba, és akkor zárt, fel tudunk-e törni. Ehhez a kinyitás kulcsa van szükség, nem tudjuk feltörni. Van harapófogónk, gyújtósunk, üres üvegünk, faanyagunk, gyufánk. Meg ez a szaros filmünk. Jó. Akkor harmadik menet. Mindig elfelejtem, hogy kifele nyílik. Remélem nem támad meg semmi kutya, meg ilyenek. Mennyi fát lehet erre? Kicsit már fázik a karakter. Meglátjuk. Elvileg most már beszálltunk a kocsiba, mert most már jó állapotban vagyunk. De lehet, hogy azért kellett magunkat meggyógyítani, mert mindjárt megtámad minket egy farkas vagy egy medve. A kocsit ezt le se állítottuk. Beszállunk. Most már elvileg ki tudunk tolakni. Amúgy nem én tolatok. Jó, elmegyünk tovább egyenesen. Van is zene. Most hólánccal tudunk közlekedni, viszont jobban csúszik az út, mint eddig. Kamerát lehet nem kéne mozgatnom, mert nem látok semmit. Világítás lehet kapcsolni, vagy van? Itt egy újabb tábla, nem tudom hova érkeztünk meg. Manasztán régióban vagyunk. Csomó erdő van itt, rénszarvas, bejáratlan havas táj.
Amúgy nem igaz, mert nézzetek meg, van egy csomó út. Hoppá, hoppá, itt fa van az úton. Tudom, ütközni nem nagyon kéne. Lehet megsérül jobban az autó, azt nem tudunk tovább menni. Azt is csodálom, hogy semmi baj az autónak. Nem lett motorhibás. Aha, megdobott kicsit az autó, lassabban lehet jobban járnánk. Gyere, megyünk tovább az úton. Hó! Hogy tölt a játék, gyerekek? Figyeld már, 150 FPS. Hoppá, ott egy autó. Megérkeztünk. Lehet tankolni a kocsit. Ez egy jó hír. Rezervátumban vagyunk szerintem. Vegyes bolt! Na, zsír! Itt meg is lehet tankolni a kocsit, meg ez hogy működik? Aha, 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 ott. Megvizsgál. The monks wouldn't surrender their divine nectar. In all likelihood, they had to be switched on from inside. A boltba lehet bekapcsolni. Én kérek elnézést, hogy te ilyen profi vagy. Na. Szóval, kifosztjuk itt gyorsan az izét. Úgy kell hozzá. Az ajtó... Carl had no trouble recognizing his employer. A munkaadónkat aztán megölték. To be a detective to figure that out. Hát igen. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Védekezés nélkül. Le kell fotóznunk. Cserélünk benne egy izét. Aztán... Tik! Csodálatos fotó. Elkészült a halottról. Lemaradt a feje. Nem számít. Megtartjuk, ezt eltesszük, az ajtót pedig becsukjuk. Motort nem lehet leállítani, engem rohadtul idegesít amúgy. Megvizsgáljuk a... Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. Aha. If Hamilton was dead, letakartuk, hogy a halottat. Na, és akkor itt van a szakadt boríték, Mr. John Vaud, Montreal. It was said to be the address of the PO box for the Canadian Secret Service. Kanadai titkosszolgálatnak a posta fiókja. Oda van a cím. Nézzük, mi van írva. Ó. Oh. Most letettük. De én az izét nyomtam meg. Valószínűleg rossz gombot, igen. Napló. Ezt meg amúgy nem néztük meg. De most nem is ezt akartam megnézni. Térkép, napló. Harminc képet tudunk amúgy csinálni. Ez az volt, ezt nem is tudtam. Dokumentumok. A borítékot nézzük meg. És akkor az X-e olvassuk el. Mi lett ebben a borítékban? Kár megdöbbent, felismert a címet. Igen. De nem lehet? Más? Nincs? Nincs? Azt hittem, hogy a level is benne van. De oké, azért volt bontott, megmondom, hogy nincs benne. Jó, itt szétvertek mindent. Itt átlépjük a... halott fölött, és megvizsgáljuk, hogy itt mi van. Itt jó nagy a rumli! Azt a felismerés, gyerekek! Nem mondod? Felismerted, baszot? Igazi nyomozó vagy, látszik? Hamarom, hogy el lehetett menni, de én most ezt akarom megnézni. Ismeretlen eredetű konzervek. Ezek ilyen házi készítésű lekvár, pálesz, meg ilyenek vágott. Konakóla! Amikor saját márkád van. Tick. An explosion suddenly occurred outside. Hoppa. Mi történt? De valami őszintén... Sötét bajonált a zseblámpa. És egyet is tudjuk tenni. Jó, oké. Okay. Felállunk. Megvizsgáljuk. Ez egy törött fali óra. Milyen kényelmes. Mi? Törött fali óra kényelmes? Nincsen lámpánk. Pénztárgépet kinyitjuk, kifosszuk őket. Ez kéne egy kód.
bokámat ketté fosom. Csak ne legyen horror. Jó van, botod, nyugi. Jó, ehhez kéne egy zárfeltörő kód. Ha valaki tudja, akkor kifosztanám itt a pénztárgépet. Gyerekek, nyugodtan. The snowstorm pummeled everything. Hóvihar tönkretett mindent, ami az útjába került. A kár nem volt meglepve, amikor nem hallott semmit. Nincs vonal, gyerekek. Itt viszont van egy boríték. Gilles levele. Hamilton, a helyzet következő, nem vagyok túl jól, sokat köhögök. Ha egyszer az ember sokat köhög, nem fog mellette dolgozni. Fog, nem muszáj, na mindegy. Még talán az ügyfelek is elkaphatják, nem? Ez koronavírus. Ez korona... Kona a koronavírus. Azt mondja, de ne aggódj, tudom mit kell tenni. Lesz majd egy szép orvosi igazolásom, amiért most azonnal el is megyek és megfagyok útközben. Sajnos, addig be kell zárnom a boltot, ha csak nem akarsz beugrani helyettem, nem is akarok további tanácsokat adni, hogy vezesd a boltot. Elvégre tudnod kell, hiszen most már a tiéd. Mély üdvözlettel elkötelezett menedzseret Gilles, vagy Gilles, vagy akárhogy akarod nevelni. Koronavírus, azaz. Ugye ja, nincs áram, nem tudom bekapcsolni. Nem tudunk tovább menni. Létra mozgatása. Mi? Gyerekek, megyünk a boré! Felmászás. Ez nem tetszik nekem. Most mi van? Mit remeg a kép? Egy cherrybort elveszünk, azt elemászunk. Picit para lett a hangulat. Maradjunk annyi, vagy picit para. Még mindig nem megyünk ki. Egy radiátor áram nélkül pont olyan hatásos, mint a kandalló farönkök nélkül. Nincs meleg. Azt mondja, ez csak egy hülyeség, azért ismertet fel a rumlit, mert a szobába is ilyen szokott lenni. Ugye ezt már néztük. Itt álltunk csavüzé lépkedni rajta? Nem. Szomorú. Jó. Itt el tudunk még menni. Itt van... mi ez már? Gyufa. Gyújtós. Ezeket mi összegyűjtögetjük. Olyan magasról leugrani. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of. Ez ilyen mellék rész, semmi fontos, nem? Megvizsgál. Azt, hogy a helyi kisbolt az ittenieknek postánként is szolgál. De itt egy pár fiók nyitva van, gondolom az nem véletlen. Azt mondja, pénztárgép használta utasítás! Pénztárgép kinyitása. Üsd be az árat, minimum két számjegy, nyomja meg az adás gombot. Fordítsa el kétszer a kart, ha nem működne, verjen egyet bele a gépbe. És akkor van itt szórólap. Ezt már láttuk. Na. Ezen a felén. Nem olyan látok semmit. Itt van egy ajtó, amit nem akarok még kinyitni. Mert nagy valószínűséggel... Fejezés elmagyarázva, hogy a garázs és a bolt egyszerre nem látható el árammal. Szóval... És melyik a garázs, melyik a bolt? Garázs, ott alul. Kikapcsolás. Kapcsol... kap... Na, áramellátás kikapcsolva. Áramellátás... Szóval itt ki van kapcsolva. Áramváltás generátorról. És a generátor hol van? Na mindegy, ezt nyissuk. Dika farkasok! His composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait,
Was it about bears? Carl was used to strange. Lefotózzuk ezt a furcsaságot. Nem tudom minek, biztos nagyon jó. Tökéletes, kiégett a fél kép. Tehát már el, légy szíves, megtartjuk. Prince? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Jó, a farkasok egyelőre nem akartak megenni, ami jó hír. Itt a garázs. Elvileg a garázs kikapcsoltuk, és itt a generátor kint. Nem, ez csak egy izé. Mi van a kukába? Levél, piszkozat, szakadt papír. Szeretném, ha tudnád, hogy ha nem vagy több, mint egy bandita, egy rabló, egy személygyűjtő, egy vipera, egy pióca, egy szörnyeteg, kést szorítok a torkomhoz, ez nagyon rossz nekem, de... De megdög lesz! Azt akartam mondani szerintem. Most a garást elvileg kikapcsoltuk, ami nem biztos, hogy jó hír. Ide kulcs kell, akkor nem is baj, hogy kikapcsoltuk. Erre mi van? Itt megkerültük az épületet? Itt nem is lehet kinyitni, tehát ezt majd oldalról lehet csak kinyitni ezt a garást. Viszont a zárat le tudjuk vágni, ne kelljen átkelni mindenem. Jó, nem nyitjuk ki. Itt hátul van valami? Lóitató. Wow. Ó, itt van egy láda, nem vettem észre. Teljes ember minden héten megjárja az utat, hogy megtöltse az üres üvegeket. Így a friss tej friss látogatásra utal. Jó, azt már olvastuk. Jó, viszont vissza kéne menni, mert valószínűleg be kéne kapcsolnunk azért. Halló! Jó napot kívánok! Bekapcsoljuk az áramot, elvileg most jó, nem? Nem. Most valószínűleg a pénztárgép sem működik. Itt, ó! Oh, itt egy fiók! Nem is vettem észre, basszus! Ügyfélhitel. It seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on. És ezekre a címekre el tudunk menni, nekik van hitelük. Ezeknek az embereknek. 8 személy is van. Valószínűleg köztük lehet a gyilkos. Garázs kulcs. Várj. Úristen, mindet ki lehet nyitni. Őt semmi nincs. Szintén. Ragasztószalag és gyufa. Nagyon jó. Itt már mondját, seggét, ha voltunk, ugye? Igen, innen szedtük ki a cuccot. És itt semmi. Jó. Van egy tükör ott, ez nagyon para. Ez meg a megvizsgált cucc. Jó, a hulla nem tűnt el. Viszont... ez kicsukta be. Generátorról áll, és akkor most hálózatról működik. Vagy nem működik hálózatról. Arról kéne, hogy működjön, nem? Szóval azt kikapcsoltuk, és akkor ez meg elvileg, ugye akkor most... Tehát, hogy az bekapcsolás, ez meg kivel a kapcsolás. Igen, nem működhet egyszerre. Jó, azt már hallok, oké. Elrehetok menni itt amúgy? Meg tudom vizsgálni innen? Innen nem bírom megvizsgálni. Hol kéne itt áramot kapcsolni? Garázsból? Lehet ott van bent a generátor, mi? A radiator without power is as good as a wood. Mekkora hülye vagyok, igaz? Hogy nem gondolkodok. Szóval, ezt a generátorra állítanám át. Ja, de generátoron volt. Áramellátes hálózaton? Nem. Akkor generátoron.
Itt a generátor. Benne van a kulcs. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Oh. El van vágva, gyerekek. Szomorú. Viszont most a hangkulcsunk a garázshoz, hogy bemegyünk. Itt vannak a farkas lábnyomok, hogy onnan jöttek a vadonból. Ezt nem gyújtjuk be, felesleges. Á, kutya fáját neki, nem látok kutyát se. Itt mi van? Hoppá. Körbe kell nézni. Legtisztább hely a környéken. Ez az olyan tisztítószerek vannak ott? Alatta meg szemét! Oké, itt semmi. Megint van csomó fiók, amit meg tudunk ugye nézni. Jó, ezt kikapcsoljuk, nem kell nekünk ide a rádió. Van egy bármi más a túloldalon a kocsinál, nem lehet benézni a kocsiba. Itt fönt sincs semmi, szóval mindenképpen a fiókokban lesz valami információ, nézzük. Semmi. Szintén semmi. Szintén semmi. Hoppá, lapos fogó. Csavarok. A nagy büdös semmi. Ezt már megvizsgáltuk. Akkor a garázs az ennyi volt, igaz? Jó, visszazártuk az ajtót. Megint betépünk előről. Nyisd ki a kocsit. De nem lehet kinyitni a kocsit. Ki lehetett nyitni a kocsit? Egy abassza megnézzük. Nem, nem le. The crowbar was stuck. Feszítő, most beszorult a lift alá. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Azt mondja, hogy ezt vagy hogy lehet felemelni? Dávid, szevasz! Üdvözöllek téged is. Szóval még le sem feküdtem. Helyes. Most már nem is. Most már egy is értem, Dávid. Mi van? Ja, ez az áram, igen. A generátor nem működik. Hálózati ellátás nincs. Zseblápát eltesszük. Mi a helyzet, Dávid? Kint meg akar fagyni a karakterünk, úgyhogy bejövünk. Ne legyen neki túl hideg. És mit akartam csinálni? Nem is ezt. Nem is kellett volna bejönnünk az épületbe. Mert ide akartam jönni. Ezt összeszerelni. Fantasztik! És bekapcsolás. Kulcsot nem lehet kivenni? Működik a generátor. Meg vagyok, köszi te. Hát én is meg vagyok. Hogy viseled a... ezt a szomorú hírt, amit a múltkor mondtál? Most a garázs van nyitva. Akkor megint nem jó hülyeségeket csinálok. Hát igen, sajnos szomorú hír, Carl, de hideg van. Bejövünk ide, elvileg itt most már lesz áram. Hogy élvez egy robot, kivéri a biztosítékot. Úristen botont. Na, van már áramunk. Az van. Ezt ki kéne innen szednünk, mi? Ezt tudom, hogy az oda be van. És ott le is lehet menni, vagy valami legalábbis ott van. Emelő aktiválása. Azt a! Csak ez van alatta, oké. Okay. Feszítőt
elvettük. Bizonyára még hasznos lehet. Megvizsgál. Legalább tudjuk, hogy törékeny. Jó, az ajtót becsukjuk, és most már visszamegyünk az épületbe. Átállítjuk a generátorról az áramot ide. A kármán nincs annyira jól. Mi a szar? Ja, ez ilyen izé ajtó, értem. Szóval ezt kikapcsoljuk. És ezt bekapcsoljuk. Generátorról. Na. Elvileg. Igen, most a bolt van bekapcsolva. Jó. Kéne keresnünk valamit, ami által be tudjuk kapcsolni itt az áramot. Igaz? Itt magától visszacsukódik az ajtó, mert miért ne? A nice picture of the Magasin Lachance store, seemingly Aha. taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long ago. Tüzet rakok, fölgyújtom a faszit. Kint hallom, megy a generátor. Na, oké, áramot kapcsoltunk. Fűtés megy. Itt a kedves halottunk, ugye vele nem foglalkozunk. Ugye nem horror, elvéletileg nem. Ez egy nyomozós, túlélős játék. Elméletileg semmi horror nincs benne, aztán még... Majd kiderül. Szóval... Álljál már le! Jó, ezt bekapcsoltuk a pumpát. Pénztárgép kinyitása, szóval... hogy kell? Oké, kinyitottuk elsőre, nagyszerű. Pénz, nem, kulcs! Posta fiók kulcsa megvan, gyerekek. Hát... Pénzt azt benne adjuk, nem tudom miért, pedig jó lett volna, elvisszük magunkkal. De úgy volt vele a csávókám, hogy ne. Ezt a játékot már láttam ott a VR Janinál. Horváth János írta. És jó játék? Jó játékot. Köszi szépen, János. Megsülök az erkélye. Veled mi van, Dávid? Aludni kéne, nem? 24 fok van itt. Az igen. Csukd az ajtót, hogy meleg legyen bent. Pisztoly! Egy revolver, gyerekes, egy gyilkos fegyver itt volt bent a postaládában. Plusz egy levél. Nem, egy kulcs. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Megpróbáljuk kinyitni ezt a kis ládát, és azt nyitja! Hamilton levele van benne. Mint ő felsége polgára és a világ szabad gazdasági kapni. Már közben itt ír valamit. Okos telik nem, hát most azt írta le, hogy milyen okos volt a gyilkos. Kéveset játszani. Szóval, Hamilton levele van itt, gyerekek. Mint őfessége polgár és a világ szabad gazdasági kamarái, a megfelelő hatóságokhoz kell fordulnom. A legrosszabb pont ebben a pillanatban történik. Nem tudok erről hosszasan írni, de azonnali segítséget kell kérjek a hazámtól. Azt hiszem, a szabad világ nagy veszélyben van. Egy közösségi tag, tiszteletre méltó, akár kicsoda nem derült ki. Jó. Közben megtankoljuk a Verdát. És reménykedünk, hogy nincsen farkas a környéken. Tankolás. És megy a tankolás, srácok. Meg van tankolva. Vezetni sem vezethetnénk.
Any good investigation would have to start there. Kicsit felmelegedünk. És ha jobban vagyunk, akkor viszont tovább is állunk innen. Most már megértem ezt a modit, nem? Dávidom. Ez a klacz, attól függetlenül még nem? De nem férünk hozzá. Mi van? Gilles Lachaz owned the general store. A volt tulajdonos a vegyes boltnak. Egészen addig, amíg Hamilton rá nem tette a kezét. Oké. Okay. Szóval, vezetés. Haladunk tovább. Ezt nem tudom, hogy merre kéne mennünk. Erre ki? Kereső akcióba megyünk. Kapcsold le magadat, mert idegesítő, rohadtul a zenét, barátom. Azt mondja, hogy elvileg el tudunk menni. Azt nem tudom, hogy jó irányba megyünk, de gondolom igen. Nem akarok túl gyorsan hajtani. 40-nel megyünk, itt csúszik az út. Délután lesz FIFA? Nem. Hoppá! Fölcsúszamlás! Kiszállunk. Nem lesz FIFA, hétfőn lesz FIFA. Manchester United karrier mód lesz. That meant the car sunk down just a little while ago. Micsoda a fényképezőgép? Ezt lefot... lelőtt? Ez nyíl? Szóval a hétfőn lesz Manchester United karriermód, és kedden lesz... nem. Szerdán lesz... Szoboszlai karriermódot fogjuk folytatni. Egy floppy lemez! Polaroid film. Egy magányos csizma. Szegény egyedül van. Hoppá. Arra van is mi. Erre nem fogunk tudni eljönni. Viszont... a másik oldalról kell megközelítenem a kocsit, ott van valami benne. Most veszem észre, mi van rajtad, vedd már le! Na, hogy veszem le! Ne csukd az ajtót! Szóval... kinyitjuk. Nincs benne semmi? Akkor bezárjuk. Oké. Akkor elindulunk amarra. Visszaszállunk a kocsiba. Tolatunk egyet. Nem lehetünk menni erre kocsival. Megállítjuk, akkor mégiscsak a Verdát megint. De nem lehet leállítani a kocsit? Hadd nézzem. Leállítani. Semmi? Mondjad, mi a bajod? Nem lehet leállítani a kocsit. Jó, akkor elmegyünk jobbra, ott az út, a kitört út felé. De fura volt itt a hang. Valaki biztosan elejtett a nagy sietségbe, bárki is volt egyenes, az erdőbe sietett. Erdőőr kézikönyv. Hoppá, úgy tűnik kézikönyv tulajdonosa. Wilfred Roy. Someone must have dropped this in a hurry. But whoever did was heading into the woods. Carl's tracking instincts were quickly kicking in. Farkasok is mentek. Azt fölvesszük.
fényképezőgépet megint elő lehet venni. Megint lehet csinálni csodálatos fotót. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, has seen a share of husbands caught red-handed cheating. Számtalan férj megcsalását örökítette ez a fényképezőgéppel. Csak megjelölt ezek live-ban, azért csipogott a Facebook. Engem jelöltél meg, engem mély jelöltél meg. Miért tettük el a feszítővasat? Farkasok vannak itt, jégfal. Carl felt engulfed by a wave. Azt a mindenit! And for a second thought he was fainting. Ugye ez nem megvágjon a mosóvet, de... Majd abban a pillanatban a négy kísértetés alak tekintette fordult felé. Mi a fene történt? Mi csinálnak ezek? Nézzük a falat. Mi a helyzet? Ezt lefotózom, lehet? Nem lehet? Mi a helyzet? Most mit kéne csinálnom? Visszaszaladunk! Más nem lehetett csinálni! És emlék még egyszer arra, hogy megint ott lesznek ezek a szarok. Aha, ne! Hagyjál! He was going back to the realm of visions. De mit kéne csinálni? Nekik megyek, akkor semmi nincsen. Semmit nem lehet csinálni. Nem lehet főmászni. Nem lehet vele csinálni semmit. Nem vágom, akkor vissza kell sétálni, nem? Hát arra nem lehet, gyere, lehet menni. Ha? Numbness was giving way to awareness. The vision was wavering. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Akkor megyünk egyenesen tovább, mert úgy látom, hogy... Úgy látom, hogy semmi extra más nincs. Csak már annyira eljöttünk, hogy ebből most mi lesz? Megfagyunk? Itt vagyunk az erdő mélyén. Erdő terület. Ennek tökre örülök. Nincs itt egy házikó, vagy valami? És még a játék is megáll és tölt. Elég sok a kivágott a rész, úgy érzem. Nem lehet tüzet tenni? Na várjatok. Gyújtós nem lehet, és üveget. Hát... Akkor nem tudom mi a helyzet. Oho! Ide. Oké. Gyújtsuk be! Hú! Közel voltunk a megfagyáshoz. Hallok valami mókust.
Engedjél át! Hallod? Itt is van ilyen szutyok. És mindent ilyen szart fotózzak le? Akkor lefotózzuk. Közben a Dávid fényképet küldött nekem. Hoppá, cigaretta, gyerekek. Hát, valaki nagyon dohányos itt a környéken, úgy érzem. Voltak itt farkasok. Elővesszük feszítővasat. Követjük a farkas nyomokat. Ott látok valamit a háttérbe. Gyertek, gecú! Az agyátokat, gyere! Szíje, verlek! Az anyádat! Tárazd vagy valami! És miért nem lő? Ez így nagyon jó. Nem tudunk lőni se. Ha miért nem lő? Karol never thought he would be dancing with the wolves. Nem tudtunk egy farkast és ennyi. Hiszen most nem értem. Ez nagyon béna volt, gyerekek! Hát ez mi? Hogy nézett ki ez egész? Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Mágnes. Hát hogy nézett ki ez egész verekedés itt? Még nem tudtam lőni, meg mit tudom én. Steak. Meg lehet nyúzni a farkast? Oh, az anyádat! Megint itt van egy nyílvessző, le kell fotóznunk. Megtartás. Új naplóbejegyzésünk is van közben. Na, nézzük meg mi van nálunk. Felszerelésnek. Van egy steak. Eldobás. Hú, ez a farkasok között lett volna jó. Mert látom, megenni nem lehet. Mert meg nincs lőszerünk. Micsoda! Eddig nem tudtam vele lőni. Hát nyomkodtam össze-vissza, mint egy bolond. Nézd meg! Az anyádat, most meg van benne lőszer, érted? Meg ütni sem nagyon tudtam. Mekkora szar. Elfogyasztható cigaretta. Hát ez... Talált tárgyak. Van egy pár dolog. Ki ír itt közbe? Ja, a Dávid írta, igen. Na mindegy, akkor nem tudjuk magunkat meggyógyítani. Ja. Semmi nincs a földön. Akkor csak szimplán... Megindulunk a továbbiakba.
Ezt nem értem, hogy a feszítő vastag, hogy miért nem tudtuk használni. Erdő terület, oké. Okay. Néltek a farkasok. Minden is ki van vágva, arra van valami. Itt lent. Egy ház. Remélem nincsenek farkasok. Az előbb is nagyon béna volt a verekedés velük. Nem tudunk egyet ugrani. Sprint. Elvettük a fejszét. Vagy baltát. Nem is rossz. Kár érezte, hogy meg tudja védeni magát. It was a typical shot, just like the ones you hear about in Quebecois legends. Local lumberjacks used it to rest. Helyi favágók pihennek itt naponta, kétszer melegítették itt a cuccaikat. Vágom. Na. Zsír. Oké. Okay. Bábú mozgatása. Who puts a game one step away from victory? Ha. Sietős volt a dolga valószínűleg, azért ment. Az mi ott? Félig tele vagy félig üres a kanna? Egyszerű a kérdés, mert nem láttam. Itt ez egy bőrönt. Nem lehet vele szétcsapkodni. Ó, oh. Ó. Oh. Itt nem lehet felmenni a felső részre? A felső ágyra, nem? Ide egy szőnyeget kellett volna tenniük. Hátrahagyott étel, ruhák. Nem bizonyítják, innen menekültek el. Kár abban biztos volt, hogy nem olyan rég voltak itt az emberek. Tele van kajával itt fönt. Mégsem veszünk el semmit. Két irány is vezet farkasoktól. Vagy az egyik az erre jött csak? Viszont itt egy út van, én erre jönnék. Gyorsabban haladunk talán így, hogyha futok. Aha. Nem tudom, hogy hol vár ránk veszély. Gyerekjáték a földön. Ragasztószalag. Itt van üveg is, amit fölvehetünk. Üres üvegek, nem tudom mire jók. Csavarok. És gyújtós is van. Értékes tárgyakat hagytak itt el. Jobbra vagy balra? Jobbra vagy balra kéne menni, ott egy viskó. Akkor megyünk balra, srácok. Úgy látszik, hogy minden rendben van. Hoppá, ez nem egy viskó, hanem csak egy sima átkelő hely. Putni nem nagyon tudunk itt. De talán nincs olyan hideg. Van alattunk egy kis folyó. Bírom, hogy elkezd játszani, a játék elkezd tölteni. Nagyon open world a game. Sprintelünk egyet. Itt vagyunk a vegyesboltnál. Az nem jó hír. Innen jöttünk. Felmelegszünk.
Felmelegszünk, és akkor megyünk is tovább, vissza. Akkor viszont nem balra kellett volna indulnunk, hanem jobbra. Az a helyzet. Ja, itt jöttünk most át. Úgyhogy a másik irányba kéne szaladnunk. Reméljük, hogy nem fogunk belefagyni ebbe a kis sétánkba. Bandikulunk főfelé. Közben lessük, hátra jön valahol farkas. Kétlem, hogy túl meleg lenne. Hát a nyílt világ az egyszer biztos. Jó nagy a tér. Hallok mindenféle madár hangot, közben néha giráz a ideg. Már megint két irány van, gyerekek. Nem hiszed el? Álljál már le! Semmi nincsen benne. Nehéz eldönteni, hogy lefelé menjek. Vagy abban a másik irányba. Itt egy út van. Hamarra lehet lenne valami. Igaz? Basszus kulcs. Nem tudom. Arra nem mentünk még el. És nagy valószínűséggel meg fogunk fagyni, ha nem is megyünk el. Megint tölt egyet a játék. Nem értem, miért tölt be ilyenkor. Ó, épületek! Mégis csak erre kellett jönni. Az a kérdés, hogy még odaérünk-e időbe. Van egy gumihinta. Családi ház. Jó, kint hagyták fűnyírót. Na, mi fog itt történni? Egyelőre nem találkoztunk senkivel. Itt a csizma másik fele. Nagy valószínűség ez is üres lesz, igen, ahogy mondta. Ég a lámpa. Tiszta, misztikus és rejtélyes ez a hely. Találtunk egy kulcsot. Bore an inscription reading Clutie A. Fitz. Lehet a cég neve. A company name. Better keep an eye. Dominók. Businesses weren't exactly numerous around these parts. Célna csatlakozásra. Mágnes célnán. És ez nekünk jó. Itt van a ruha a földön. Nagyon sietett. Valakinek nagyon sietés volt. Be sem tudta fejezni. Bizony. Közben itt teszünk. Begyújtunk. Meleg legyen a házikóba, mert hideg van. Oda nem akarok bemenni, nézd meg, tiszta creepy, mint egy horrorfilmbe. Pénz a sütis dobozban, ez milyen kár. Kár, imádta volna ezt a sütit. Semmi, amit kivehetnék, értem. Nem kapcsolunk rádiót. És itt sincs semmi, amit mi kivehetnénk. Nézzük, mi van az asztalon, van gyerekrajz. Amused Carl. It was a nice modern toy. Aside from being repetitive by nature and completely useless. Still, it found its way into many Quebecois home. Oké. Nekünk ez nem is volt fontos, megint a sztori szempontjából se. Ezt a bútort több alkalommal mozgatták. Bútor mozgatása. Hoppá, találtunk egy üzenetet. Máté, szia, neked is üdvözöllek, mi a helyzet? Az édes drága Meriem. Kérlek, bocsáss meg a kézírásomért, de sietek, el kell mennem éjszak
Manastánba, anyuval és Roy asszonnyal. Roy, ez fiú, nem? Azt mondják, túl veszélyes errefelé manapság, fogalmam sincs, mi folyik itt, mert anya nem mond semmit, hogy megnyugtasson. Annyit azért észrevettem, hogy ugyanolyan arckifejezése van, mint amikor megijesztem valamivel, tehát valami titkol, ez a Roy asszony. Vagy nem. Tehát ez nem, bocsánat, ez a... Az anyukája. Anyu és... Nem, apu és Roy úr nem jönnek, mert elmentek Lach Hens úrért. Ők igazi hősök, a nagymamám egy nagyon nagy házban él, Észak-Manasztánban. Szívesen lát minket, sajnos most tényleg mennem kell. Jó barátod, Martin. Megnézzük még a képeket. Little Martin Blay with a family member. There was some resemblance between them. And Carl took note of the sense of bonding and pride they projected. Mi a helyzet, Máté? The picture had been taken inside the house. It was the same one. Ugye, az a tapéta volt valóban. Mi a hűtőbe? Nobody suspected the impact. Hagyják aját, megint van husi. Ezt gondolom a farkasuk ellen jó lesz. Na, és akkor ide kéne bevenni? Ott rohadjam meg. Padlás! Az anyát, picsáját, azt. Itt mi van? Fürdőszoba. Nem mondanám, hogy nem fostam össze magam a hangulattól. Összetört tükör. Úgy tűnik, hogy valaki az ágy rossz oldalán kelt, bal lábbal kelt fel. Palaszk feltöltése. Hoppá, van vizes palaszkunk. Tényleg. Ez üres. Mit fogunk találni? Eddig nem találtunk semmit a fiókokba. Kíváncsi leszek. Találunk-e bármi érdekeset? Semmi jó. A live lesz ma FIFA. Aztán jó megforgattad a szavakat. Semmi jó? Hát mi történt? Mi az, ami rossz? Találtunk gyújtóst közben, az jó hír. Nem, ma nem lesz FIFA. Ma ez a kona van. És az is még egy fél órát szerintem. Többit nem lehet kinyitni. Ez szomorú. Hétfőn lesz FIFA Live Manchester United karriermód, és szerdán lesz a Szoboszlai karriermód, úgy fogjuk folytatni mind a kettőt, jó? Hétfő, szerda az fix. Két holtat találtak. Az nem hangzik jól. Itt egy WC pumpa. Függöny nem lehet elhúzni. Itt a mosdó. Hoppá! Egy kis olvasni való segít a... segít mulatni az időt. Jó, hát akkor menjünk fel. Vannak képek a földön. Nem akarok félvenni. Ez nem szól. Fa, kis autó. Az igen. TV creepy ment. Megijedtem, hogy egy hulla van ott az ágyon. Beesett a homok az épületbe. Van egy gyerekrajz. Le monstre! Tehát van egy szörnyetegünk. Fantasztikus. Egy manikus játékrajz lehetetlen kreációja. Ez egy házik. Hú! Hát a tegnapi nap nem nagyon jött össze, én is a bal lábbal keltem. Hát, ez szomorú. Ez milyen játék? Ez egy kona nevezetű játék. Van egy lepedő. Hirtelen ébredés volt, sietés, menekülés követett. Mi történhetett itt? Hát, még nem tudjuk. Szóval ez a Kona nevezetű játék egy nyílt világú, survivoros, belső nézetes kalandjáték, amiről én tudok. Egyelőre nyomozót irányítunk, akit állandóan bénázok és elteszem a tezéjét, fényképez, vagy a elemlámpáját. Szóval őt irányítjuk, hogy nyomozót, akit elhívtak ebbe a kis faluba,
nem bírjuk kinyitni. Na, tehát a naplót. És úgy néz ki, hogy az egész város, vagy falu, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, az egész hely üres, ráadásul találtunk egy halottat, ugye a megbízónkat, akivel beszélni akartunk a boltban, és most próbáljuk kideríteni, mi a helyzet. Legrosszabbul tartott Alexandre miatt, már alig alszik, azt hittem a munka miatt, de úgy tűnik, hogy sokkal rosszabb, egész este csak az ürességbe bámul, alig beszél hozzám, a fia megkérte, hogy játszom vele, de egy szót sem szólt, üres tekintette, csak néz ki az ablakon. Tegnap éjjel hallottam, hogy motyog valamit, ám már közeleg, ezt mormolta. Ajaj. Ez nem túl bíztató. Mi van a szekrénybe? Ez nem derült ki, semmi extra, amit elvettünk volna. Az ágyban csak a meggyötörtek füstölnek. Érdekes gondolat. Más itt nincs fönt. Amit elvettünk volna. Úgyhogy szeretnék el... Valaki van a konyhában. Az anyád picsáját. Mit csinálsz? Hogy jöttél be? Mit szedett ki? Hűtőt? Hűtőből szedte ki, a farkas volt itt. Ijesztő volt, gyerekek, maradjuk annyiba. Elő is kapjuk a steakünket. Az ajtót becsukjuk. Ugye ebben a házban voltunk. Bejött a farkas valahogy. Átmegyünk ide a kis kuckóba. Átficcenünk. Semmi nincs a kukában, szomorú. Pedig mindig tiszta csövesként éreztem magam, hogy állandóan kukázok. Erre most még az se lehet. Játék megfosztott tette az élménytől. Mi van itt a földön? Tárgy megszerzése. Rönkház kulcsa. Ez a rönkház? Azaz. Akkor előkör csapjuk a zsemblámpánkat. Van itt egy kanna. Majd egy fűrész. Gyújtós. A láncfűrész nem működik, mert nincs rajta lánc. Üres üzemanyagkanna. Az viszont annyiból jó, hogy megtankolhatjuk majd a jelző rakéta. Tehát megtankolhatjuk majd a benzinkútnál, a bolt előtt, ugye a kannát, és akkor lehet, hogy lesz üzemanyagunk későbbre. Kár... Tárgy raktára megtelt. Az baj. És mink van? Mi az, amit meg kéne várnunk? Tárgy raktár. Tyűha! Azt mondja, hogy jelzőrakéta, gyufa, filmek, harapófogó, gyújtós, üres üveg. Dobtuk a picsába. És akkor eltettük. Juhu! Felmerül a kérdés, hogy merre tovább? Üres üveg, na most nem kell. Aha. Itt voltunk a ház hátuljánál. Igen, itt a háznál vagyunk még mindig. És itt az erdő van, igaz? Itt a ház hátuljában viszont semmi nincs.
Jó, visszamegyünk, felmelegszünk, aztán elindulunk vissza az úton, amire is, amire alapból indul, jöttünk. Amúgy be se néztünk ide, gyerekek. Van itt sütő. Egy levél. Fizetési bizonylat. Kemény favágó munkát végzett. Kivágt és feldarabolt a fákat. Lehet, hogy miatta lesz belőle probléma. Lehet, hogy ő tehet a dolgokról. Palackot feltölteni lehet. De nekünk nem kell palackot feltölteni. Viszont egy övegben mindent megnéztünk. Úgyhogy lépek. Én azt mondom. És elmegyünk az útunkon tovább. Ugye hát még balra, nem? De igazából balra, mert balra fordultunk le. És ha visszajövünk az úton, akkor megint balra kéne mennünk. Azt nem tudom, hogy erre is el lehet-e menni, most arra nem akarok, itt az úton vissza. És akkor kiértünk a főútra, akkor onnan balra megyünk tovább egyenesen. Arra még biztosan lesz valami. Ott is az út. Ugye elve egyenesen lehetett volna menni, csak mi az a leágozó úton jöttünk el. Remélem nem jönnek farkasok. Sőt, remélem nem jön medve, meg semmi más. Össze is szarom magam, ha megtámad valami. Elég para a hangulata amúgy. Csá-csá írja Patrik, szevasz, mi a helyzet? Üdvözöllek téged is. Azt mondja, hogy megyünk lefelé. Nem tudom, hogy hova fogunk kiukadni. Itt azért könnyedén meg lehet halni ebbe a játékba, ahogy láttuk a legelején. Sprinteni szeretnék, nem lehet. Na, mégiscsak lehet egy picit, azt mondja, a játék tölt. Gyerünk, spuri! Ott egy autó! Farkasnyom! Azt nem mondta, hogy ez a saját autónk. Hát gyerekek, körbe mentünk az épületekből. Legalább kitette a vészvillogót, a faszi. Egy nagy semmi volt ott. Carl hated dead ends. Zsák utca. It was as if the road had drowned in the lake. Jó, a Juventus-os mezet. Köszönöm szépen, ez egy pulóver, de amúgy... Ja. Király, mi? Szóval itt nem lehet lemenni. Nem lehet elmenni. Fát nem tudunk fölvenni. Az a kérdésem. Van-e nálunk fa? Kettő darab fa is van nálunk, jó. Erre le lehet menni itt? Miért akarnék lemenni mi? Ez is egy jó kérdés. Vissza kéne menni kicsit a kocsiba. Csá, Kristóf, mi a helyzet? Az United-os jobb. Ha? Csak az nincsen. Norbinak biztos, hogy tetszik az ötleted. Na. Itt az agyunk megy följebb. Fordulj meg! Oké. Okay. Nem tudom, hogy pontosan merre kéne mennünk tovább. Úgyhogy... tankolunk. Szerintem. Vagy lehet volt másik út. Lassíts.
tölt a játék. Ugye itt van a benzinkút. Mi van, neki mentünk? Nem is mentünk neki! Ez mekkora kamu, ha hozzá se értünk még. Hát és mi van? Mibe akadunk el? Elakadtunk a bokorba, gyerekek. Mert a másik oldalról kéne beállni, hogy ott tudjuk csak megtankolni a kocsit. Tolatunk egyet. Tiszta GT a gyerekek. Mizu, mi van arra? Fagy! Vihar! És halál! Jó! Most tudtunk kiszállni. Nem lehet tankolni? És hogyha előveszem a... az üres kannámat. És nem lehet tankolni. Kikérem magamnak! Való! Jó napot kívánok! Be van kapcsolva. Fel is melegedtünk. Az jó. Hát körülbelül ez van. Úgyhogy, ja. Szóval tankolni nem lehet. Akkor rohagy meg. Akkor léptem, gyíkarc. És akkor ott vagyunk, hogy arra megyünk fölfelé. Meglátjuk, hogy erre mi lesz. Most azért már voltunk az erdőben is. Találkoztunk egy zsákutcával is. Még átficcenünk. Hídon. Reméljük nincs beszakadva sehol, meg nem is fog. Nyugat. Nyugatnál vagyunk. Hoppá. Itt azt mondja, hogy erre meg tudod magad gyógyítani. Itt megállunk lent. Megálltjuk a Verdát. Meg vagyunk sérülve, hogy a farkasokkal harcoltunk. Nagyon béna harc volt, mert nem ütött a csávó. Aztán lőni nem tudtunk, aztán meg azt hittem nincs benne lőszer. Kiderült, hogy van benne lőszer, csak elő is veszük a husit. Hát, ha kell. Farkasoknak megetetjük őket, vagy valami. Egyelőre nem kell. Van egy kulcs. Itt egy szőnyeg. Megnézhetjük, hogy ott van a kulcs, nem ott volt. Már megint ilyen sötét van. Én nem mennék arra. Lehet, hogy te nem mennél arra. Meg valami őszintén, én sem szívesen jöttem erre. Az ott mi az ott a szék? Úristen, egy szék. Faroműve is lehet. Na nézzük, mi van ide írva? Orosz üzenete. Kellene egy törvény, ami megtiltja az orvosoknak, hogy megbetegedjenek. Vészhelyzet. Az ottani orvos lebetegedett. Hamarosan visszajövök. Ha meghal, nem jövök vissza. Oké, na, csukjuk be az ajtót, miért beficcel megint egy farkas az előbb, mint az előbb is. Gyújtós. Begyújtunk. Hogy meleg legyen. Kérdezem én, hol van itt egy lámpa? Hát akkor sötétben nézünk körbe gyorsan. Farkas bunda, meg mit tudom én, azért nem csodálom, hogy ide mondjuk bejön a farkas. Szétharap mindent. Van egy ajtó is. Először nézzük itt meg mondjuk erre felé, hogy mik vannak. Semmi. Krumpli. Nem vetjük el. Azt mondja, hogy itt meg könyvek vannak. A krumpli mellett könyvek! Nézd meg a felső fiók szekrénypolcokat.
Egy tuti koronavírusú gyerekek, WC papír, mindenütt. Tapos rá bundára. Akkor meg engem akarnak majd megenni, nem? Ismeretlen nő, soha nem jöttem rá nevére, férfiak csak Laurinak hívták. A nyakán megsérült, tisztára véres volt, a golyó nagyon nagy sérülést okozott, valószínűleg átütötte a kis agyat, reménytelen eset, szívmegállása volt. A férfiak itt találták rá, azt mondták. Én ezt kétlem, bár egy ilyen kisvárosban, mint ez, akkor ez egy kisváros. Mint ez, jobb egy ilyen felett szemet hújni. Ez egy gyilkosság volt, az leszarod? Na jó van. Látszik, hogy orvos vagy. Doctors used light reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. Oh. Ez elég kellemetlen. Fájdalomcsillapító, azaz! Dr. Beaupré had done his medical studies quite far from. Elvégezte az orvosi tanulmányait, biztos a Szegedi. Students out of the new campus to settle on the mountainside. Szegedin tanul biztos. Kommunista kiadvány. Kiált. Only a few years ago, this type of allegiance meant prison time. Olyan, mint a véres lenne, nézd meg. De nem, csak beég a kép. Viszont van fájdalomcsillapítónk. Ezt kaptunk, úgyhogy azt én lehet, hogy használnám, de nem itt van. Ó, de jók vagyunk! És ez folyamatosan megy főfelé? Meddig? Eddig volt. Még egyszer. Mindig az elfogyasztható részben van. Iszunk egyet. Mindjárt átapusunk a bundára, nyugi. Csak még itt. Még itt főgyógyítjuk magunkat. Közben itt harca kerül a sor, akkor bajba leszünk. Nagyon jó, nagyon jó. És akkor elemlámpát elő. Itt zoknik vannak, meg bugyik. Egy ágytál! Inspecting it wouldn't further this particular investigation. Na, megtapossuk a bundát, kész. Figyelj, és kiugrik belőle egy izé. Egy oroszlán. Első segédoboz. Mi bevegettük a fájdalomcsillapítót? Na mindegy. Ott fölül semmi nincs, itt semmi nincs. Állandó hűvös hőmérsékleten kell tárolni, azt mondják a borokat. Jó. A föld innen nem tűnik túl nagynak. Édes Istenem, ezek a felismerések, vágod? A doktor nyilvánvalóan elnyűgözte a történelmet. Csomó történelem és földrajzi szar van itt. Anatómia. Látásvizsgálat. Véres párna. Egy... Köszönöm szépen. Lefotóztuk. Perverz módon megtartjuk. A doki táskát nem lehet megnézni. Nézzük, mennyire vagyunk dagadtak. A legrosszabb rémálmom. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Hát igen, ezekkel aztán lehet. These miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Főleg, hogy így bánt az emberekkel. Macska! Jó, itt semmi nincs. Elvileg itt sincs. Azt hiszem nem mosogatott el. Szappan nem mosogat. CNA csatlakozás. Jó, az nincs. Megvizsgál. Szemkötő volt a legjobb megoldás, akinek szemproblémája.
Letakarjuk az egyik szemét. Végül is, nem, nem kell új szemüveg. Hoppá! Gyufa! Az jó. Jó, és akkor elvileg nem értünk körbe. Isabel! Az egy urna! Oké. Nem para. Picit para. Na és akkor nézzük, mi van itt. Amikor egy ajtó bezárása nem elég. Felettébb érdekes. Megnézzük, hogy oldalról. Kérjük a másik ajtót használja. Emlék még itt körbe hátul, mi a helyzet. Ez egy várórész. Ó, itt egy budi. Ez elég nagy a kupi. Petróleum lámpa még jó jelent. Pottyantó, srácok. Hova megy a kula? Le. Igen, tudjuk, hogy a klinikán vagyunk. Amúgy eddig is itt voltunk. Nézzük, mi van a... Egy rakasztószalag van a szemetesben. Azt a mindenit el... Hullajtott törmelékek azért, mert farkasok raboltak itt. Mehetnék a farkasok nyomában is. De megvallom őszintén, nem szeretnék harcba bonyolódni a farkasokkal. Úgyhogy visszamegyünk, felmelegszünk, ezt még csukták be? Ezt ki csukta be? Visszamegyünk, felmelegszünk, aztán továbbállunk. Visszamegyünk a kocsihoz ott lent, és akkor elmegyünk egyenesen az úton. Ez a zene közben. Fel is melegettünk, úgyhogy ficcanjunk ki. Jó módjára becsukjuk a házat. Igaz, hogy lehet, hogy fél fog gyulladni az egész, mert ott hagyjuk a égő parazsat. Nem számít. És már csökken is a felmelegedett testünk hőmérséklete. Úgyhogy menjünk is le. Nagy gondossággal kellett átkutatni ezt a helyet, ami tele volt, van furcsaságokkal, hiszen itt minden nagyon fontos. Már a dekoráció elmesélte a dolgokat, értem. Amúgy nem. Ne haragudj, szállják ki még egyszer? Ki akarom baszni oda azért hátra. Azt mondja, berakás az üres kannát. Petróleum lámpát. Rapófogót, azért olyan gyújtóst. Faanyagot. Jó, és akkor én visszajönnék ide még, visszaszaladunk most még fáért, a biztonság kedvéért, hogy legyen nálunk. Oké. És visszajönjünk a kocsiba, és akkor most megyünk el egyenesen. Mondom, menjél lefelé! Elfáradt a csávó, nem tud tovább futni, vágod? Ki ez a noob? Igaz, hogy... De ott a fadarabunk, azt látjuk. Legalább az ott van. Na, reméljük nem akarsz kirángatni majd a kocsiból senki. És akkor haladunk tovább az úton. Megnézzük, mi a helyzet erre.
van egy kitört rész. Ez átszakította valami kerítést, fakerítést. Próbálok lassan menni, hogy mindent észrevegyünk. Hoppá. Itt is valószínűleg be lehet menni az erdőbe. Vagy van erre is egy út? Há, gyerekek, mi legyen? Megint letérünk az útról? Benézünk erre, beficzenünk. Töltőképernyő. 150 FPS-nél. Ott egy házikó. Kiszállunk. Itt van egy kis ház. Oda lehet, hogy nem fogunk tudni bejutni. De megpróbálkozunk vele. Gyújtós. De kell kulcs. Ami nagy valószínűséggel majd a másik házban lesz, úgyhogy ez egy felesleges kör volt. Körbenézek itt, hogy mi van a lelátóval. Ez egy nagyon hangulatos kis hely lehet. Ráadásul a tóra néz rá. Nagyon szép. Hú gyerekek, ahogy fúj a szél, érzem a hideget, hallod? Fázok. Benn megy a zene, zenebona. Meg egy hordó, hallod? Rossz irányba jöttünk nagy valószínűséggel, másik irányba kellett volna elficzenni. Na, itt a szemetesünk. Nincs benne semmi? Jó, akkor házon belül fogjuk megtalálni azt, amit keresünk. Nézzünk be. Basszus! Jó napot, miért akar lelőni? Miért akar bántani, kedves uram? Hú, baszki, olyan lelőtt a csávó, vágod? Izé, itt tolálkodik. Beszélgessünk. A meleg ruha kell, párosi fiú. Nem mondanék nemet egy jó üveg bornak. Rongyot. Nincs nálunk. C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment à bobette. Une bonne pelisse, ça te ferait pas tort. Mais je vais te dire une chose. Dans ton coin de pays comme Paris, on n'a rien sans rien. Il est où, mon caribou? C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Jó, az még azt mondod? Hát remélem nem fog lelőni minket a csávó. Most itt átvizsgálom a cuccait. Azt mondja, nem találok semmit, amit tele vagy kajával. Hello. Csak felmelegednék, meg körbemegyek. Az én időben éppen... Mi van? Olyan gyors volt, nem bírtam elolvasni. Mesék is legendák. Wendigo. Jaj ne, ez ilyen szörnyes lesz. Bányából. Harcos, aki farkas se változott. Átadja magát az ördögnek, hamvazó szerdán. Szörnyű, nem igaz? De... Semmi. Tu marches, tu marches, tu marches, tu
sein des pieds. Értem. La Corriveau, Batesh, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. As-tu un esquire? Squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Ciao, quand même, on cotonne, là, ugye ez? Nem látok semmit. De bezárultak mögöttem a izék. Hozzá ne nyújj, te fiú! Még megsérülsz. De ez egy izétartó. Ja, hogy ahhoz? Ah! Köszi! Kapcsold már a szarodat. Hallod, öreg? Hogy tudok átjutni a... Karibot kéne neki, valószínűleg... mindjárt megöl az öreg, amúgy igen. Azt mondja, ez egy bor, nem? És nekünk... nekünk nincsen. Mink van? Üres üvegünk van. Sörös üvegünk, vizes palackunk van. És miért emlékszek úgy, hogy vettünk fő valami bort? Sherry bort vettünk fő! A picsába, öreg, más nem kell! Hogyha fene egyen meg tégedet. Mon bonnet du bon temps. Puis ma ceinture, où est-ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus bon quand on s'habillait top de même. Itt rohagy meg! Meg kéne szereznünk tőle amúgy a ruhánkat. Hallottátok, hogy röhögött? Nagyon durván creepy volt. Kéne ezt valahogy ki kéne nyitni, itt lehet van bent az a hülye bor, amit akar. Nincs itt valahogy egy postaládájának az öregnek is benne lenne a kulcs. És körbentem az épület körül, nem volt. Úgyhogy... hát gyere, visszaülünk. Itt jöttünk fel ezen az úton, és nem volt postaládája. But had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment. Testének is táplálék van szüksége. Oké, és ez hogy? Kiszállunk itt. Ez egy nyitott kapu. Itt semmi nincs az égvilágon. Szóval egyenesen még elficcenünk akkor. Steak felszerelés. Ezt csak eldobni lehet. Elfogyasztható, vizes palack, sörös üveg, cigaretta. Ez nem tett jót a józanságunknak. És most itt a sapunk vezetni, gyerekek. Mint ha GTA-ba játszanak tényleg. Valóságban ne próbáljátok ki. Megyünk tovább. Az úton. Aha. Ez egy újabb híd. Ugye nem erre jöttünk. Ugye nem innen jöttünk. Most rossz irányba jövök, mi? Rossz irányba jöttem-e? Tudsz, rossz irányba jöttem-e? A fene egye meg, megfordulunk. A vegyesboltnál vagyunk, így visszajöttünk. Basszus kulcs. Hát, jó, nem figyeltem oda, úgy látszik.
Szóval visszamegyünk a hídon, elmegyünk az öreg épületénél. Kis farmjánál. Vagy nem tudom, minek nevezzem. De akkor most a jobb oldalt volt. Igen, itt mentünk be, tényleg. Nem jó irányba jöttünk, akkor el. Fenelje meg. Na, merre? Igen, itt volt az öreg. És akkor erre kéne jönni tovább. Kanyar. Nagy kanyar jön. Van egy cucc, amit le lehetne fotózni, de most nem fotózunk, lemegyünk inkább tovább. Megint egy út. Ketté ágazódott az út. Itt egy felborult valami. Hát elég nagy a tér, az biztos. Beszakadott. Megállt, nem beszakadt, igazából maga a játék tölt ilyenkor. Hát havas hóvidék, ha az ember nem, nincs GPS-e, akkor kemény az így. Stop! Megérkeztünk. Speciál nem tudom, hogy hol vagyunk, de megérkeztünk, megállítottak. Ide be lehet menni. Nézzük, mi van kiírva a táblára. Találunk valószínűleg egy kulcsot is, igaz? Egy csomagot! Levél Lamotnak, kedves Lamot úr, megérkezett. Hol vannak a farkasok? Hát remélem, hogy sehol! Kristóf, hát majdnem megöltek! Jó. De elővettük a farkasoknak előre, figyeld! Na. Gyújtó gyertya. Megvizsgáljuk. Néha különös hely ez. Ezen a helyen. Az emberek annyira ragaszkodnak saját földjükhöz, mint kutya a tűzcsapjukhoz. Valahol biztos be lehet menni. Karázs. Jó, itt megint farkas koma lesz. A steak eldobása. Nem lehet bemenni. Valahol biztos be lehet menni. Lehet, hogy másik, ami nem, ezen az úton jöttünk ugye végig, és a másikon kellett volna. Lehet, hogy csak ott lehet bemenni, igaz? Hoppá! Levág, zár levágása. Lecsapjuk az árat. Nyitás. Ahó! Ne lőj le! Bezárás. Gyerünk. Az ilyen farkasok ne tudjanak jönni. Megijedtem, új zene jött. Aztán ki tudja, mi lesz itt. Itt a garázsnál. Meg van világítva az ajtó, vagy ki van festve? Csak szimplán havas? Ojojojoj, itt valami megint történni fog. Egyre még nem jövünk ide. Hamilton, nem leszek többé a kutyád! Ez para. Fájdalom csillapítót vettünk el. Van egy telefon itt kint. Sítalp! Itt majd lehet síjjelni gyerekek, hogy gyorsabban haladjunk valószínűleg. Azért ez menőn hangzik. Napozó ágy, vágod? Ülést elvettük. Nekünk majd jól jön. Színeket mindig szívesen fogadjuk. Egy ilyen fekete-fehér világban.
Szóval ez se túl bíztató helyszín. És itt is van egy fűkaszállása ebben az időben szükségtelen. De másik helyen is volt ilyen. Megvizsgál. Kának volt sejtése, hogy kell innen valahogy a leírásban. Összeszerelni kell? Kint a budi, eldobott budi. Ja, közben rosszul láttam úgy, lehet, hogy be kéne menni, mert már hideg van, gondolom. Úgyhogy azt mondom, hogy lépjünk be, térjünk be a házikóba, csukjuk be az ajtót, és gyújtsunk be. Vagy nem, mert nem lehet, de be lehet. Jó, és akkor felmelegedünk itt a térkép. Ez lenne a helyi térkép. Játékmentése, mentettünk. Jó, a srácok, Ez a játék már ennyi lett volna, ez a live-nak vége van. Ha szeretnétek belőle folytatást, írjatok le kommentbe, visszanézhető lesz. Visszanézhető lesz a játék, meg a live is. YouTube-on, meg itt a Facebookon is. Sajnos nem vettem fel jó minőségbe, úgyhogy csak ilyen 720p-sbe fogjátok majd látni. Úgy is fogom tudni letölteni nektek. De mindenképpen javaslom neki, hogy adjatok még egy esélyt. Szerintem jó kis játék volt, egész izgalmas volt, grafikailag is nagyon szép. Jó, az embereket hagyjuk, mert az ott nagyon béna volt az egész, ahogy mozogtak, meg ahogy beszéltek, meg úgy minden. De amúgy én élveztem a játékot, ha szeretnétek belőle folytatást, mondom, akkor írjátok le a chat szekcióra, a komment szekcióba. És akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hétfőn találkozunk Manchester United karrier mód FIFA 20-ba. És akkor szerdán is találkozunk. Ott pedig a Szoboszlai Dominiknak a karrierét folytatjuk. Valószínűleg az utolsó live lesz a Rómában. És utána ugye átigazolunk egy másik csapatba, amit elvileg mindenki tud, aki követi a karrier módot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy nézhettelek. Ó, nagyon kedves vagy, Kristóf. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. És akkor minden jót kívánok nektek a továbbiakban. Sziasztok, skacok! És jó hétvégét!